Imáron kicsivel több mint 3 éve töltöttem fel az első videómat ide a YouTube-ra, nem ezen a csatornán, hanem még a gameplay csatornámon, a videójátékon. Szóval, hát na, egyébként gyorsan elrepült ez az idő, de amit mondani akarok ezzel, az az, hogy már az elejétől fogva tudatosan, ahogy elkezdtem építeni ezt a YouTube-os karrierem, mindig úgy voltam vele, hogy ha bármilyen lehetőségem adódik, valamilyen jó célra felhasználni ezt a megszerzett, esetlegesen megszerzett népszerűséget, vagy nem népszerűséget? Tudjátok, néha a rossz reklám az jobb, mint a jó. Ilyen ez a világ. Szóval, hogyha valami lehetőségem nyílik arra, hogy ezt valamilyen jó célra fordítsam, akkor azt igyekszem mindig megragadni, és most újra lehetőségem van együtt dolgozni egy alapítvánnyal, méghozzá jófejség.hu-val. Biztosan hallottatok már róla, elindult az első kampányuk már, méghozzá a Fanbit Geeks csapatával, és most én vagyok a soron következő, aki esetlegesen felhívhatja figyelmeteket egy jó ügyre. Egy nagyon jó koncepción alapul ez az egész. Igyekeztünk összerakni olyan dolgokat, amivel egyúttal támogatni is tudjátok az alapítvány működését, és valami király cucchoz is hozzájuthattok. Itt a unboxingon ugye nagyon-nagyon menő volt, felkapott volt, rengeteg megtekintést ért el. Ez a katona kaja, emberi pack kóstolós dolog. És úgy gondoltuk, hogy ezt egy picikét meglovagolva készítünk bögréket, pólókat, snapbackeket, ilyen frankó sapkákat, amiket én szoktam hordani a videókban. Úgymond ugye ez a névjegyem is akár, amikre egy direkt erre a kampányra készített logót nyomunk rá. Például a póló az egy ilyen terep mintás téma, ugye hát ilyen military, a katonakaja miatt, és egy ilyen lánccal logó dögcédula, amiben bele van írva, hogy unboxing, hashtag jó adni, hashtag jó kapni. Ami szerintem egyébként nagyon-nagyon jól néz ki. Lesz itt egy link a leírás, most le tudjátok csekkolni a dolgokat. Ugyanez a minta kerül egy fekete bögrére, és felirattal, de dögcédula nélkül, egy snapbackre is. Szóval a lényeg, hogy ezeket a tárgyakat csak ennek a kampánynak a keretein belül tudjátok megszerezni, az adott időtartam alatt. Továbbá voltak olyan termékek itt a unboxingon, amiket kicsomagoltam és leteszteltem, amikkel majdnem én is 100%-osan meg voltam elégedve, amiket bátran tudok ajánlani mindenkinek, az pedig a Cooler Master Devastator 2-es billentyűzet és egér kombó, és amit nemrégiben sikerült kipróbálnom, az a Logitech A10-es gamer headset. Szóval ezeket a termékeket is meg tudjátok vásárolni, de a pikantériája ennek, hogy ezeket az én dedikálásommal névre szólóan küldjük el nektek. És van még egy csomag a listában, méghozzá a Hyperes srácok, akikkel már egyébként sokszor dolgoztam és videóztunk együtt, nagyon-nagyon jó dolgok születtek a mi kis randalírozásainkból, én úgy gondolom. Nemrégiben megnyitották a VR szimulátoros bárjukat Budapesten, ahova elmehetünk többet magammal, tehát akik majd beneveznek erre a lehetőségre, elmehetünk hozzájuk szimulátorozni egy délután folyamán valamikor. Játszhatunk egymás ellen, van ott VR, vezeték nélküli VR természetesen, mozgószimulátorok, repülőgépszimulátorok, autószimulátorok, ahol akár 6 vagy 7 fő is tud egymás ellen egyszerre LAN-on ugye versenyezni, ami azért kifejezetten jó móka. Amiről én egy ilyen élmény videót is forgatok majd, tehát akik eljönnek velem oda majd játszani egy kicsit, szórakozni délután, azok benne lesznek egy ilyen élmény videóban is a YouTube-on, tehát felkerültök jobbformán ezzel a YouTube-ra is, a csatornára ide a unboxingra. De most sem még nem volt, ha bármilyen formában ott a listában, ugye a csomagok közül hozzájárultok az alapítvány működéséhez, támogatjátok az alapítvány működését, bekerültök egy kosárba, ahonnan kisorsolunk valakit, aki egy délután folyamán közösen kóstolhat velem amerikai, én arra gondoltam, de szerintem majd megbeszéljük, mert van több fajta, ugye francia, magyar, katonai kaja pakkot, emery packet fogunk kóstolni együtt, amit videóra veszek és kikerül ide a unboxingra.
Bizony. Tehát bekerültök egy kosárba, ahonnan kisorsolunk egy főt, aki velem együtt fog kóstolni ilyen katonai kaját. Ha a legolcsóbb támogatási opciót választjátok, ha a legdrágábbat, viszont minél többet szántok arra, hogy az alapítvány munkáját támogassátok, annál nagyobb esélyetek lesz megnyerni ezt a közös kis délutánt velem. Én nagyon-nagyon jónak tartom egyébként, mert akik megállítanak az utcán, találkozok velük nap mint nap, mindig azt kérdezik, hogy jók ezek a kaják, Zsolti. És annyira unom már elmondani, hogy igen, tehát nem rosszak egyáltalán, meg lehet őket enni. És most végre egy nézővel is, majd az ő reakcióit is, mert annál hitelesebb nincs, fel tudom majd venni, rögzíteni fogom, és ki fog kerülni ide a homeboxingra. Tehát, hogyha megnyered ezt, akkor felkerülsz itt a csatornára velem együtt, úgy, ahogy mondjuk Csorbanitával, vendégszerepeléskor nála kóstoltuk a vega és a zsidóknak szánt csomagot, felkerülsz ide, erre a csatornára. De, hogy kinek is fogunk segíteni, az én kampányom keretén belül itt a jófejség.hu-nál. Egyébként ezt minden videó saját maga választja ki, hogy melyik alapítványt szeretné támogatni, és én már hónapok óta úgymond dolgozom együtt, voltam már velük meetingen, sőt előadáson is részt vettem. Én a Suri Nyugit választottam. Ők azzal foglalkoznak, hogy az összegyűlt pénzből, amit a támogatással össze tudunk szedni, el tudnak menni adott iskolai osztályokhoz, több korosztályhoz természetesen, tehát nem csak a nagyokhoz, hanem a kicsikhez is, el tudnak menni, és személyre szabott, tehát olyan kommunikációval, amit ők már értenek, vagy még nem értenek természetesen, próbálják meg a gyerekek és a tanárok feszültségkezelési módszereit egy picit elsajátítatni velük. Milyen vicces és szórakoztató formában. Én már részt vettem egy ilyenen, és nekem akkor nagyon-nagyon tetszett, sőt azóta is vannak olyan technikák, amiket néha-néha én is alkalmazok, mert nagyon-nagyon jók. Szerintem ezzel a dologgal foglalkozni kell. Tele van vele általában a sajtó is, tanárok, meg diákok között kialakult konfliktusokról, stb. Szóval ez az ő céljuk, hogy segítsenek a stresszt leküzdeni a diákoknak, a gyerekeknek és a tanároknak is. Imádom a fő üzenetüket, méghozzá azt, hogy mindenki képes a saját feszültségét kezelni. Szóval én vagyok a második, aki a jófejség.hu-s srácok kampányain keresztül tudok kommunikálni veletek, és egy jó ügyre felhívni a figyelmet. Ezt a lehetőséget egyébként nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert nekem nagyon sokat jelent, hogy tényleg azzal a népszerűséggel, amit esetleg itt sikerült megszereznem ezen a platformon, azzal valamilyen jó célt is szolgáljak. Szóval higgyétek el, srácok, hogy sok kicsi sokra megy, tényleg. Nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni ezzel. És amellett, hogy az alapítvány munkáját támogatjátok, király cuccokat is beszerezhettek. Limitált dolog, tényleg. Tehát csak ennek a kampánynak keretein belül. Minden linket megtaláltok itt a leírásban. Ha tetszik a kezdeményezés, mindenkinek nyomjatok egy lájkot, hogy lássuk azt, hogy ez bizony tényleg eljut hozzátok, és hogy úgy gondoljátok ti is, hogy az ilyen dolgokkal foglalkozni kell, és írjátok le kommentben a véleményeteket. Ez is fontos, és nagyon-nagyon szépen megköszönném azt, hogyha minél több emberhez eljutna ez az egész. Még azokhoz is akár, akik nem is szeretik a videóimat, nem is nézik. Tehát ha megosztanátok egy-két platformon, Facebook, bármi más, hogy egy jó ügyre, mint például ez, minél több ember figyelmét fel tudjuk hívni. Igen. Szóval lehet, hogy pont veled találkozom majd ott, azon a délutánon, ahol katonakaját kóstolunk? Lehet. Igen. Hát akkor neked innen üzenek. Ott találkozunk. Hello.